akik figyelték a tavaly júniusi kormány által meghirdetett eszélye a visszatérítéssel kapcsolatos hirdetményt, azok bizonyára azt is tudják, hogy itt február közepe ebből a szempontból egy fontos dátum lesz, hisz a hagyományos eszélye a szezon, tehát mondhatjuk, hogy ez az év első hónapjai, az amúgy is a személy jövedelemadó ügyei körül forognak, de most ezt kicsit fűszerezi az a lehetőség, amikor az állam visszafizeti a gyereket nevelő családoknak a 2021-es évben befizetett személy jövedelemadót, és egyáltalán a személy jövedelemadó ügye és kérdése a kampány szele is megszellentette, mondhatjuk, hogy elérte. Ez a kérdés is szerintem fontos lenne, hogy beszéljünk erről is. Mindebben a kérdésben pedig beszélgető partnerem dr. Korosi Csaba, jogász, adószakértő, adótanácsadó, itt van velünk a vonalban, üdvözöljük itt a Hit Rádióban, Csaba. Köszönöm szépen, és én is minden hallgatót tisztelettel üdvözlök. Nos, tehát az első, szerintem induljunk ki a klasszikus gerincből, tehát hogy az, a maga az eszélye időszak az beköszöntött, tehát azok, akik a jövedelmükről vallást fognak tenni, és befizetésre kötelezettek, azok most azoknak a képlete egy kicsikét másképp fog alakulni, még hogyha a dátumok, tehát az agenda, a naptár még nem is feltétlen lesz nagy meglepetés ebből a szempontból. Hát igen, az éveleje az ugye tipikusan frekventált és sűrű a személyjövedelemadó bevallás szempontjából egészen május 20-ig, ugye a végső határidőig. És ennek éppen egy első mérföldköve, úgy tetszik, ez a mai nap, mert ha minden igaz, és hogyha mindenki ezt este majd visszaigazolja, akkor a mai nap a munkáltatóktól és kifizetőktől meg kellett, hogy kapják a munkabérben vagy egyéb adóköteles jövedelemben részesülő állampolgárok azt a bizonyos M30-as jogatvány, amin ugye a kifizető és a munkáltató számot ad arról, hogy az adott évben milyen juttatásokat adott a dolgozónak, illetőleg milyen adóelőlegeket, adókat vont le. És ebből a nyomtatványból tudjuk meg, és itt jön a lényeg, a mai nap haba tortán, hogy lényegében mekkora az az összeg, amit majd február közepén várhatunk az SZIA visszatérítés jogcímén, amit ugye tavaly nyáron hirdettek meg, vagy hát össze pontosan. Maga ez az intézmény, tehát ez az adó visszatérítés intézmény, hogy eddig nem volt jellemző a személy jövedelemadó tekintetében, kedvezményeket igénybe lehetett venni, talán inkább ez volt a jobb kifejezés. Minek köszönhető ez az időszak specialitásához köthető, tehát itt a pandémia járványnak ez is egyfajta kedvezménye, hogy helyzetbe tudják tartani a gyereket nevelő családokat, vagy alapvetően a családvédelmi intézkedésekhez köthetők. Hogy látod ezt a lehetőséget, hogy élik meg gyakorlatilag a jogalkotók ezt erről az oldalról? Igen. Amit elmondtál, az mind összefügg ebben a jogintézménnyel. Nyilván most nem akarok arra gondolni, hogy választások is következnek, mert egyébként ez tény, de hát ugye következnek is. Ehhez majd inkább egy másik kérdés merül föl, ugye itt vannak különböző ígéretek így a forgalomban, amik az elmúlt időszakban megjelentek. De visszatérve a kérdésedre, ugye az érdekessége a jogintézménynek az, hogy általában adó jogszabályokat, adó intézkedéseket törvényben hirdetnek ki. Most ugye ez egy rendeleti alkotás volt, ami a vészhelyzet idején ugye lehetőséget nyújtotta a kormánynak arra, hogy rendeletben határozzanak meg adószabályt, mondjuk kedvező szabályt, tehát nem kötelezettséget alapvetően, hanem ilyenfajta kedvezményt. És valóban, noha ugye indokolást nem tartozik általában a rendeletekhez, mert ezeket ugye törvények tartalmaznak indokolást, de azért a sajtóban és a különböző kormány orgánumokban megjelent információk alapján ugye arra tudunk következtetni, hogy itt azért a gyermekes családok támogatása valósul meg. Hát ugye összefüggésben közvetve azért a pandémiás helyzettel is nyilván.
de mindenképpen ez egy egyedülálló intézkedés. Ilyen mérvű adó kedvezményre én nem nagyon emlékszem, tehát amikor gyakorlatilag az adott évben befizetett adónkat kapjuk vissza, most itt nyilván nem mindenki, azért ezt tegyük hozzá, általában amikor adókedvezményt állapítanak meg, ott ugye az a fajta egyenlő elbánás csak a kedvezményben részesülőkre igaz, tehát ez nem igaz, hogy mindenkinek meg kell kapnia azt a kedvezményt. Itt a kormány kifejezetten a gyermeket nevelő szülőknek a támogatását tűzte célul ezzel az intézkedéssel. Az mennyire befolyásolja ezt a rendeletnek az értelmezését, hogyha valakinek klasszikusan nem egy, úgy mondja a jogszabály, ugye, hogy kifizető helye van, hanem akár több helyről kap valamilyen bérjellegű juttatást, vagy bérjellegű jövedelemre tesz szert. Tehát itt most gondolhatunk akár a munka mellett végzett, akár egyéni vállalkozói tevékenységre, őstermelői, vagy van egy ingatlanom, amit bérbe adok, és azt jövedelemként jelenik meg ugye a bevallásomban. Ez befolyásolja gyakorlatilag ezt a fajta lehetőséget? Itt most gyakorlatilag azt kell látni, hogy a főszabály az, hogy aki gyermeket nevel. Tehát ugye egyéni vállalkozók is nevelnek gyermeket, meg megértelem. Itt most abban a szempontból, hogy a jövedelmünk honnan származik, tulajdonképpen nincs jelentősége. Itt nyilván a határidők tekintetében van, tehát amit ma megkapunk igazolást, az kifejezetten a munkáltató és a kifizető által adott igazolást. Tehát aki egyéni vállalkozó, és nem szerez máshonnan jövedelmet, tehát saját magát foglalkoztatja, vagy egyébként olyan jövedelme származott, ami nem is adóköteles, őt nyilván a bevallásában fogja tudni ezt alapvetően érvényesíteni, ezt a kedvezményt. Tehát van lehetőség érvényesíteni, van csak lehetőség. A saját bevallását gyakorlatilag van, összeállítja. Annyi a különbség, hogy amit ugye a NAV minden évben március közepén, március 15-én ugye megküld bevallás tervezetet. Na most nyilván akit nem lát, akiről nincs adata, vagy nem is kell, hogy legyen adata, ő nem fog, akkor ott nem fogja tudni nyilván ezt az információt, ott ezt nekünk kell majd a bevallásban érvényesíteni. Viszont nagyon fontos, hogy vannak azért olyan jövedelemtípusok, ugye a ingatlan értékesítést említetted, amelyre jutó adó tekintetében ez a kedvezmény nem gyakorolható. Tehát magyarul az kiesik a képletből, tehát igen. Az ilyen értemben nem tehetem oda a többi jövedelem forrás mellé. Igen. Ez nagyon azért érdekes ez a kérdés, mert talán azt gondolom, hogy minden ember azon azért gondolkodik, hogyha fel tud vállalni valamilyen fajta többletjövedelmet, vagy egyszerűen az élethelyzete úgy alakult ki, hogy bizonyos jövedelmekhez mondjuk csak úgy jut hozzá, hogy bedolgozik valahova, és ki kellett váltani egy katás egyéni vállalkozóit. Ugye ő most lehet, hogy megvakarta a fejét, hogy akkor most velem mi lesz, de gyakorlatilag ilyen értelemben ezt a... Katásoknál semmi gond nincs. Katásoknál is, hogy a tételes adó 25%-a jár vissza. Tehát tulajdonképpen a katások is ugyanúgy, ha gyermeket nevelnek, családi pótlékban és családi kedvezményben is ugye jogosultak, akkor ők ugyanúgy megilleti őket ez a mostani SZIA visszatérítés azzal, hogy ott a tételes adó 25%-a. Tehát megvannak azok a kategóriák határozva, hogy kit milyen mértékben illet meg. Nyilván le kell vonni a kedvezményeket, azt azért ott tegyük hozzá, az mindenkire igaz, tehát ha mondjuk én családi adókedvezményt vettem igénybe tavaly, akkor annak a összegét ugye le kell vonni abból az összegből, amit ugye én most SZIA visszatérítésként érvényesíthetek. Tehát kétszer nem lehet egy kedvezményt igénybe venni. Te hogy értékeled egyébként, ugye most független attól, hogy milyen adóról beszélünk, az adónak ilyen értelme talán a filozófiája, az a közteherviselés logikája mentén fogalmazódik meg, ugye ez most vállalkozót, mint jogi személyt, vállalkozót, mint egyéni vállalkozót, vagy magánszemélyt, mint munkavállalót ér el, az talán ebből a szemszögből mindegy, abból a szemszögből nyilván nem mindegy, hogy ez milyen mértékű, milyen léptékű, és a közteherviselésben milyen szerepet tölt be, hogy a maga a személyi jövedelem adó az egy talán az egyik legintegrálisabb és legősibb adó típus, hisz az gyakorlatilag hozzám köthető, ez ha én elköltözök innen 300 kilométerre,
de még az országhatáron belül vagyok, igen, akkor is érvényesül rám, hogy ezek a fajta intézkedések, ami a szövőm, és akkor majd áttérünk nyilván a választási ígéretek kapcsán is erre a témára, ezek hogy illeszkednek bele az adóportfólióba, tehát hogy milyen szerepet töltenek be? Hát most, hogyha arra kérdezel rá, hogy a mindenkori államnak ugye joga és lehetősége van az adórendszeren keresztül is bizonyos társadalom politikai preferenciákat érvényesíteni. Gondolok itt ugye a családtámogatás, ami az egy kiemelt preferencia, amivel egyébként szerintem egyet is lehet érteni, tehát nincs, tehát az józan ember ebben egyetért. Akkor itt, és hogyha a költségvetés erre lehetőséget ad, és mondjuk esetleg persze nem más társadalmi csoportnak a kárára, mert tegyük hozzá, nyilván ez egy megközelítés kérdése, hogyha nekem mondjuk nincs gyermekem, és nem tudom igénybe venni az SZJ visszatérítést, akkor én most károsodom ezáltal. De tény az, hogy ahogy mondtad is, az SZJ az, ami a leginkább olyan típusú adó, ahol ezeket a társadalompolitikai preferenciákat, célokat az állam ki tudja fejezni. Tehát igenis az adónak egyébként, ez dogmatikailag is így van magatartás szabályozó szerepe is, bár persze diszfunkció, hogyha csak erre használja egy állam, de itt ugye nem erről van szó, hanem bizonyos módon szeretne terelni valamilyen folyamatot abba az irányba, amit ő kitűzött társadalompolitikai célt. Ehhez az adó is. Nem kizárólagosan, de az adó is jó eszköz lehet. Mondom még egyszer, hogyha van rá mondjuk keret. Tehát most úgy tűnik, hogy a költségvetés igen, így minden van. Inflációs és egyéb pandémiás hatások ellenére is ki tudta ezt gazdálkodni. Igen, ez nyilván talán egy következő időszak mutat majd vissza erre, hogy alapvetően ez egy egyszeri lehetőség volt, és most belefért az összbüdzsébe, vagy pedig majd a jövő. De hát aztán, hogy a jövő mi lesz, ott azért érdekes, mert most már te is utaltál rá, és hát nyilván nálam is be volt tárazva ez a kérdés, hogy kampányidőszakban vagyunk, és sokszor az talán a nagy jellemzője a mostani kampányoknak, hogy olyan komplex programokkal nem feltétlen találkozunk, hanem egy-egy fajta a választási ígéretként elhangzik egy olyan mondat, vagy egy olyan körülményrendszer, ami az ígéretekből az hámozható ki, hogy itt valamilyen átfogó szabályozási szándék ígéret hangzik el, hogy ennek a valóság alapja megvan-e, egy-egy ígéret beváltása megtörténik-e, az ugye mindenképpen csak a választások után dőlne el, de azért, ha már beszéltünk, hogy ez egy egységes adórendszernek a része, akkor azért az mindenki éppen egy mérlegelés tárgya lehetne, hogy az SZJ-val kapcsolatosan is vannak az ellenzéki oldalnak is például már ígéretei a minimálbéreseknek, igen, a személyi jövedelem alól teljes visszatérítés, tehát nem feltétlen itt eltörlésről van szó, hanem visszatérítésről, illetve akár a nem hagyományos, tehát nem tipikus, atipikus foglalkoztatásnak ilyen jellegű támogatását is bevonják ebbe a körbe. Mi a meglátásod az ilyen jellegű ígéretekről? Pontosan annak tükrében kérdezek vissza arra, hogyha ez egy összadó rendszernek a része, lehetséges-e ilyen ígéreteket tenni, vagy ha igen, tehát ennek az elvi lehetősége megvan, milyen következményei lehetnek? Ugye ígéreteket lehet tenni, az más kérdés, hogy ennek az árát esetleg kifizeti meg, vagy mikor. Ugye azt tudni kell, hogy ez az ígéret egyébként nem új keletű, tehát nem csak az ígéret, hanem maga a jogintézmény se. Tehát ugye most jól emlékszem itt csak fejből, hogy ez a nem tudom pár nappal ezelőtti bejelentés, ami ugye a minimál bérnek a jövedelemadó, tehát a minimál bérnek a nem adómentessége, hanem a adó visszatérítéséről szól. Ez ugye arról szólt, hogy kvázi igazságossá akarják tenni az SZJA rendszert, az ellenzéki összefogás, és vissza szeretnék adni a mostani kormány által elvett adójóváírást. Ez egy jól hangzik egyébként egy első hallásra. Azt tudni kell, hogy adójóváírás ugye az egészen 2002-ig, ha jól emlékszem, nyúlik vissza, ezt még a Medgyessy kormány vezette be.
ami ugye ott arról szólt, hogy a minimálbérben részesülők lényegében a minimálbérre jutó adó összegével megegyező jóváírást eszközölhettek. Ez azt jelentette, hogy ugye nem terhelte SZIA a minimálbért. Ez, mondom, még egyszer jól hangzik, csak az elmúlt 20 év nem ebbe az irányba ment. Tehát az akkori döntés mögött ugye sok tényező volt. Egyfelől az volt, hogy akkoriban, ugye azt jól emlékszünk rá, elég sokan visszajöttek a minimálbérrel, be voltak jelentve valahova minimálbéren, ami az adójóváírással lényegében adómentességet élvezett, és az e fölötti jövedelmükre valamilyen számlás vállalkozóként tettek szert. Ugye azért azt sokan elfelejtik, hogy én tehát tudom a számokat, mert nagyjából tehát akkor még az adóhivatalban dolgoztam, és 2008-ban 4,5 millió adóbevallóból 1,1 millió ember vallott be minimálbért, vagy ennél alacsonyabb összeget. Tehát ez azt jelentette, hogy tehát ez jól tükrözte azt, hogy a minimálbérek valójában nem minimálbérként funkcionáltak. És az adójóváírás megszüntetésével, mint ugye 2010, jól emlékszem, ugye évről évre emelkedett a minimálbér, ezt ne felejtsük el. Így, akiket ugye tényleg minimálbéren foglalkoztattak, a jövedelmük az adómentesség nélkül is összességében növekedett. Na most ugye ezt a adójóváírást akarja most visszahozni az ellenzéki összefogásnak a javaslata. Ennek azért többféle következménye lenne. Egyfelől lenne persze egy kedvező, hogyha a minimálbér adómentes, akkor a 15%-os tehercsökkentést ugye élvezné a minimálbérben részesülő. Viszont az e fölötti jövedelmeknek elég durva adóterhe lenne ahhoz, vagy annak érdekében, hogy csak a minimálbér másfélszereség növelje ugye a nettó jövedelmet. Ezt csak egy egyszerű példával, ugye jelenleg 200 ezer forint a minimálbér, a bruttom 200 ezer forint. Ugye, hogyha valaki havonta a bruttom mondjuk 300 ezer forintot keres, ez ugye a minimálbér másfélszerese, annak az SZIA terhe 45 ezer forint. Ugye a javaslat értelmében, hogyha 200 ezer forint, tehát a minimálbér jövedelem adója 0 forint lenne, akkor a 300 ezer forint jövedelemé pedig ugye 45 ezer forint, ami azt jelenti, hogy a pótlólagos 100 ezer forint az ugye az, amire jutna egy marginális adókulcs, az 45% lenne. Tehát ugye iszonyatos adóteher lenne. Igen. Ugye ez azt jelenti, hogy mit jelent a marginális adókulcs, hogy a adózó jövedelmének a legmagasabb sávjában alkalmazott adókulcs. Tehát ez egy eléggé... Tehát magyarul az lenne, én szerintem, hogy itt visszajönne a SZIA rendszerébe a progresszivitás, a progresszív adózást, tehát amit éppen eltörölt a jelenlegi kormányzat. Vagyis az jönne vissza, hogy a jövedelem növekedésével párhuzamosan az átlagos adóterhelés is növekedne. Tehát ugye ez elég kemény lenne. Nem beszélve arról, hogy azért az adóztatás világában nem nagyon vannak csodák, amit valahol adok, azt máshonnan el kell vegyem azért, most nagyon leegyszerűsítve. Tehát az ellenzéki javaslatban a minimálbér adómentességének az ára egyrészt az, hogy magas lenne a marginális adókulcs, visszajönne a progresszivitás, másfelől pedig ne felejtsük el az előbb említett társadalompolitikai célokat, amelyeket hát nem tudom, hogy milyen forrásból lehetne majd akkor finanszírozni, mert nem lenne rá keret vélhetően. Tehát azért ezt itt több száz milliárd forintról beszélünk a adójóváírás vissza szivárgásával, úgyhogy én vele óvatosan bánnék. Megjegyzem, bár nem volt sok időm, próbáltam utána nézni, hogy a javaslat egyébként úgy lebontva adó szakmai szempontból vagy szemmel nézve, miket tartalmaz, nem találtam még ilyen forrást. Tehát ez csak egy ilyen sajtó bejelentés volt, ha jól emlékszem. Bár egyébként, ha jól tudom, a ellenzéki vezető, Máki Zaj Péter, ő már a minimál bért is megkérdőjelezné, hogy kell-e minimál bért. Tehát itt igazából most jönnek a különböző javaslatok a forgalomba valóban, ahogy mondtad is.
Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Ezeket a politikai ígéreteket én azt gondolom még hallgatni fogjuk most április első napjaikig biztos, és egyre fokozatosabban, és egyre izgalmasabb konstellációkban, összefüggésekben. Meglátjuk, hogy ez változik, ez a fajta ígéret addig, vagy azt követően egyáltalán érvényre jutek. Köszönöm szépen, dr. Korosi Csaba, jogász, adószakértő, adótanácsadó volt a vendégem. Köszönöm, de jót kívánok.